neveket akarok hallani. Különben kifingatunk, te náci rohadék. Hol van annak a gyökere? Hol van az eleje, amikor az emberi kegyetlenség megjelenik? Hogyan lehet, hogyan tudjuk visszavezetni az embert a természettel harmóniában élő emberi, békés emberi önmagához? Az Embernek farkasa című film egy letűnt kor sötét titkairól mesél, azokról a kegyetlen, embertelen és igazságtalan titkokról, melyekről mindenki szíve szerint megfeledkezne. A film egy eddig kevéssé ismert és kutatott börtön történetét tárja fel. A szovjet kényszermunkatáborból hazaérkező 286 jászberényi AVH börtönben fogva tartottak sorsáról szól. Nagyon sokáig az volt az álláspont, hogy nem engedik el őket. Vagy arról is tudok, hogy igazából az volt a terv, hogy elpusztítják őket. Azt tapasztalom, hogy a fiatalok nem szeretnek ezekről a dolgokról hallani. Hogy ez már volt. Igen, csak hogy a múlt ismerete annyira azért fontos, hogy tudd, hogy most hol vagy, és azt is, hogy ezzel együtt hogyan mész tovább. Ugye, mert minden mindennel összefügg. Például azt sem tudtam, hogy Jászberényben volt AVH. Azt hittem például, hogy ilyen nagyobb helyeken, tehát megyeszékhelyeken csináltak ilyen nagy, borzasztóságos intézményeket, de hogy egy viszonylag kisvárosnak számító AVH-s bandából ennyi név kerüljön elő, hogy ott mit szenvedtek emberek és hányan szenvedtek, ezt szerintem rajtad kívül nagyon-nagyon kevesen tudják. Rajtad kívül kevesen. Hangzik el ez a fontos megszólító gondolat, hiszen Faragó Anna Mária a film rendezője volt, ugyanis az a személy, aki elsőként kutatta mélyrehatóan ezen falak elborzasztó múltjának történetét. Állambiztonsági hivatal történeti levéltárában, nemzeti levéltárban kutattam, tehát így lett egy lista, nem tudjuk, hogy pontos-e, de az én számom 286, tehát ennyien valószínűsíthető, vagy legalábbis egy e körüli szám valószínűsíthető, hogy ennyien voltak a Jászberényben. Börtönben. Vidéken könnyebb egy kicsit kutatni. Vidéken az emberek ismerik egymást. Minél kisebb a település, annál könnyebben eljutsz az emberekhez. Így például Szentpéterfán rögtön tudták, hogy ki Harangozó Ferenc, pápai prelátus, később mindszenti bíboros titkára, vagy Püspök Molnáriban is tudták, hogy ki Balikó Mihály. Hát ez egy nagyon hosszadalmas és nagyon-nagyon nagy kitartást igénylő munka. A nézőtéren néhány személyesen is érintett ült, kiknek nagyszülei, akár szülei is részesei voltak ennek a kegyetlen történetnek. A filmben közülük páran beszámolnak emlékeikről. A dokumentumfilm a Közmédia M5 csatornáján lesz hamarosan látható. A film mondani valójának miben létét Pitti Katalin operaénekes foglalta össze kimerítően. Szerintem ennek az egész filmnek a legnagyobb kicsengése az, hogy ennek a földnek vagyunk a gyermekei, ide születtünk, itt van dolgunk. És ezt nem merje senki elvenni tőlünk, és nincs joga senkinek elvenni.